Mert már az a izé, az a hogy is hívják, rövallbávó. Igen, nagyon nehezen sikerült eltávolítanom őt. Nagyon jó. Maga nagyon ügyes. Legyen nyugodt, nem leszek hálátlan. Oh, mindent megteszek az ilyen kedves, aranyos, bűvályos embernek, mint ön. Érdekes, Angie még soha nem mondott ilyen kedveset nekem. És tudja miért? Miért? Mert szereti. Mert imádja. De szemérmet, hát titkolja az érzelmeit. Igaza van. Azért nem mondja nekem se, hogy szerve. Én mondja, maga még nem próbált engem szóba hozni előtte. Dehogy nem. Csak akkor hozzám vágta a papucsát. De tudja miért? Mert szerve, de így van. Ugye lehetnéd engem szervezni? Én részemről az ilyen 60 évest nem cserélnék fel 2 30-assal. Jaj, ez nagyon jó, kérném ezt elmondani, Áncsa. Egyáltalán beszél volam neki sokat. De mit beszélek? Milyen volt a fiatalkoromban? Milyen volt? A nők megbolondultak, értem. Csak bolond nők szerettem. Olyan fó voltam, olyan tüzes, hogy nem lehetett hozzám nyúlni. És én voltam a legjobb polkatáncos. Na, hát azt elviszem. Még ma is felvehetné a versen, akármelyik fiatal. Ugye? Legfeljebb elveszti.